Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban foglalkozunk a koronavírus építőiparra gyakorolt hatásával. Megnézzük, hogy a helyben élők komfortérzetét is növelő beruházások miként kapcsolnak be egy települést az országos turisztikai rendszerbe, valamint utána járunk, hogyan készülnek a dombovári középiskolák az új technikumi rendszerre. Tartsanak velünk! Az építőipar is megérzi a koronavírus miatti visszaesést. A bevételek ugyan nem csökkentek olyan mértékben, mint például a vendéglátásban vagy a turizmusban, de ebben az ágazatban is érezhető a válság. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a cégeknek most arra kell koncentrálniuk, hogy a visszaesés ellenére is megtartsák a már bevált dolgozóikat. Folyamatosan dolgoznak a munkagépek az építőiparral foglalkozó Tambal Kft. Tamási telephelyén. Ezt a céget nem roppantotta meg a koronavírus, de a járvány negatív hatásait ők is megérezték. Két olyan a nagygépes üzletágat érintő piaci szegmensünk, illetve piaci konkrét munkánk haltak el, amelyek elég komoly több százmilliós jelleget tudtak volna prezentálni árbevétel tekintetében, de ezt nyilván tudomásul kellett venni, hogy a tisztelt megrendelői állományunk súlyosan érintett COVID-19-es körülmények miatt. A magas és mélyépítéssel, gyártással, kis- és nagykereskedelemmel és áruszállítással is foglalkozó Tamási építőipari cégnek most is bőven van munkája, és hasonló a helyzet az egész ágazattal. Az építőipari vállalkozások most a hosszú távú projektekre koncentrálnak. Örömünkre szolgál, hogy az operatív programok és egyéb közszférában jelentkező programok tovább folytatódnak, hiszen ezek az építőipar kis-közép vagy éppen nagy vállalatait meggyőződésem szerint életben tartják, és nyilvánvaló, hogy sokak szerint a V-alakúként jellemzett gazdasági körülmények jelen időszakát követő felpattanási időszakot az építőipar is egészségesebben, strapabíróbban és életképesebben fogja tudni várni. Az elmúlt egy-két évben lendületes növekedés és felfutás jellemezte az egész építőipari ágazatot. Sok cégnél ezért most a csökkenő rendelésállomány lehetővé teszi, hogy behozzák a korábbi csúszásokat és felgyorsítsák a már elkezdett kivitelezéseket. Úgy látszik, hogy vannak nagyobb beruházások, tehát állami megrendelések is, kisebb önkormányzati megrendelések is, úgy néz ki, hogy jó néhány önkormányzat is beállt ebben a sorban, hogy megpróbál munkát biztosítani a helyi vállalkozóknak. Mindenki tudja, hogy gyakorlatilag a saját vállalkozóit kell támogassa annak érdekében, hogy a gazdaság helyben vagy országosan ne üljön le, és hát ez érdeke az adott településnek is, hiszen a dolgozók, a helyi lakosoknak a munkahelyet így tud biztosítani a vállalkozás. Az, hogy az ágazatot egyelőre nem törte meg a járvány, a számokon is látszik. Idén áprilisban 293 ilyen új céget jegyeztek be az országban, és 297-et szüntettek meg. Szakértők szerint ez elfogadható arány még békeidőben is. A termelés volumene sem csökkent drasztikus mértékben. Márciusban 16, még áprilisban már csak 3,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A munkáltatók körülbelül 20%-át érintette nagyon komolyan ez a helyzet, a többi megfelelő tartalékok, amíg rendelkezik, illetve kivár, hogy jobb helyzet legyen. És miután vannak megrendelések is, én úgy gondolom, hogy azok ki fogják bírni. Ezzel a 20%-kal lesz gond. Az ágazat akár csak kisebb mértékű visszaesése is komoly negatív hatást tud kiváltani a nemzetgazdaság egészére, ezt mondja a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Mindig is a beruházások, az épületek építése vitte előre a gazdaságot. A beruházás egy olyan faktor volt, amely lendületet adott a többi ágazatnak is. Én úgy gondolom, hogy ez az időszaknak, ha vége van, ez a járvány időszaknak, akkor várhatóan meg fog indulni újból az építőipar, hiszen egyrésztről úgy néz ki, hogy az új épületek építése, valamint a lakások és más házak építésére van igény, és talán ez helyre fogja hozni az építőipart. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a cégeknek most arra kell koncentrálniuk, hogy a visszaesés ellenére is megtartsák a már bevált dolgozóikat.
Ha nem tudják megtartani a cégek a munkaerőt, akkor gyakorlatilag a vége van a járványnak. Nehezen lehet őket majd újból hadrendbe állítani. Nyugaton is hasonló gondok vannak, és a nagyobb bérért, nagyobb fizetésért várhatóan el fogják szipkázni a magyar munkavállalókat. Tolna megyében az építőipar tavaly nagyjából 46,5 milliárd forintos forgalmat generált, idén az első negyedévben pedig már több mint 10,5 milliárd forint eddig a mérleg. Átadták a Kölesd és Kistormás között épülő kerékpárút munkaterületét a kivitelezőknek. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az ilyen típusú beruházások egyszerre szolgálják a helyben élők komfortérzetének erősödését, és bekapcsolhatják a területet az idegenforgalom vérkeringésébe. Arról is szólt, hogy az ország véleménye szerint jó úton van afelé, hogy gyorsan kilábaljon a koronavírus járvány okozta gazdasági válságból. Mire újra kezdetét veszi a kerékpáros szezon, Kölesd és Kistormás között elkészül a kerékpárút. A beruházás 203 millió forintból valósul meg az Európai Unió által biztosított forrásból, és része lesz annak az úthálózatnak, mely a Tolna megyei önkormányzat kiemelt projektjeként a siómenti településeket összekötve a Balatonig lehetőséget ad a kerékpáros turisták közlekedésének. Ennek eredményeként ez fellendülést hozhat a vidék számára. Erről Orbán Attila, a közgyűlés alelnöke beszélt a munkaterület átadóján. Azt láttuk eddig, hogy nagyobb városok környékén valósultak már meg bicikliútak, de nem jellemző, hogy kis településeket is összekössön bicikliút, és azért is fontos ez a beruházás, mert egy jó jelzés arra nézve, hogy a kis településen élő emberek sem kevésbé fontosak, mint mondjuk egy kisebb város, vagy akár egy nagyobb városon élő ember, és kell érezzék a megye kis települése is azt, hogy ugyanazt az életminőséget igyekezünk nekik is megadni, mint hogyha bárhol laknának. Tehát ne jelentsen egy kis településen élés hátrányt, akár egy más településsel összehasonlítva. Persze ez egyik napról a másikra nem megy, de az ilyen beruházások mindenképpen az embereknek az önbecsülését is erősíti, és ha már egy kölesdi és kistormási ember el tudja mondani magáról azt, hogy nekünk is van bicikliútunk, ez már egy új érzés, és hát mindenképpen abba a koncepcióba beletartozik, amit mi megyek kitűztünk, hogy fejlesztés, innováció a fiatalok számára, pedig a sportos életnek a támogatása az mind legyen benne a megyének a tevékenységében, és ez egy jó példa arra nézve, hogy ezek a szempontok mind érvényesülnek itt Kölesden. Maga a bicikliút is fel fog fűződni akár a SIO projektre is, de a SIO projekt kapcsán lesz turisztikai állomása a projektnek itt Kölesden, úgyhogy ez is egy újabb fejlesztést fog jelenteni, és az életminőségnek a javítását. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője többek között arról szólt, az ilyen típusú beruházások nagyban javítják a helyiek komfortérzetét, biztonságát. Az államtitkár arról is szólt, a magyar gazdaság a jelek szerint gyorsan átvészeli majd a koronavírus járvány okozta visszaesés hatásait. Még március elején nem is gondoltuk volna, hogy ilyen gyors válságba kerülhet a magyar gazdaság, illetve Magyarország, csak úgy, mint az Európai Uniónak, vagy az európai országoknak a gazdasága, vagy általában az európai gazdaság és a világgazdaság is. Ez a járványhelyzetnek köszönhető. Én azt gondolom, hogy nagyon jól döntött Magyarország és Magyarország kormánya, akkor, amikor az előző uniós ciklusban azt határozta meg, hogy a pénzek 60%-át, vagy több mint 60%-át a gazdaságfejlesztésre költi, illetve fordítja, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy meg tudjuk erősíteni a hazai vállalkozásokat. A válság nagyon gyors és hirtelen volt, még saját életünkben azt gondolom, hogy hasonlót nem is láttunk,
de reméljük, hogy ugyanilyen gyorsan ki fogunk lábalni belőle. Közösen most azon dolgozunk, hogy tudjuk támogatni a magyar vállalkozókat. 2020. május 18-áig 6800 vállalkozás kapta meg a munkavédelmi vagy munkahelyvédelmi támogatást, és összesen 90 000 munkavállaló vett részt ebben a programban. Az én körzetemben is, tehát itt a Tolna megyei 2-es számú választó kerületben is több ilyen vállalkozás van, akik ilyen összegekhez jutottak, és egyébként hétről hétre lehet benyújtani ezeket a pályázatokat. Remélem, minél többen igénybe tudják venni, és minél többen tudnak ezzel élni, ezzel a lehetőséggel. A kormánynak az a célja, hogy ahány munkahely megszűnt a válság következtében, a járványhelyzet következtében, annyit tudjunk teremteni és visszaépíteni a közeljövőben. Nagyon reméljük azt, hogy az év második fele már arról fog szólni, hogy egy gyors fejlődési szakaszsal jövünk ki ebből a válságból. Személyes tapasztalataim is vannak erről, hiszen nagyon sok barátom van, aki a gazdaság területén dolgozik, különböző cégekben, mind arról számolnak be, hogy egyre több már a megrendelésük, és sokan már alig tudják teljesíteni a megrendelésüket, hiszen nem csak a magyar, hanem az európai gazdaság is talpra áll, elindult ez a folyamat, és nyilván ebbe illeszkedik bele a magyar gazdaság is. Ennek az lehet az eredménye, tette hozzá Potápi Árpád János, hogy azok, akik most segélyre szorulnak, hamarosan ismét foglalkoztatottá válhatnak, így nem emelkedik kezelhetetlen szinten az országban a munkanélküliség. Megújuló képzésekkel várják a diákokat szeptembertől a Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombovári Szakképzőiskolái. Az új tanrend rugalmasabbá és gyakorlatiasabbá teszi a tanulók mindennapjait. Az új szakképzési rendben nagy szerepet kap a felnőtt oktatás is, ami a hiányszakmák okozta űrt hivatott betölteni. A szeptembertől életbe lépő technikum a korábbi szakgimnáziumokhoz képest egy teljesen új rendszer lesz a szakképzésben. Megváltozik a tananyagtartalom, megváltozik az oktatási rendnek az ütemezése, időtartama, és megváltozik a diákoknak nyújtott szolgáltatás, kedvezmény, ösztöndíj mértéke is és összege is. Gondolom, hogy ennek az új információknak köszönhetően megnőtt a jelentkezők száma iskolánkba, és a korábbi osztályokhoz képest plusz egy osztályt tudtunk indítani a hozzánk felvett diákokból. A technikumi képzés 5 éves lesz, ami úgy áll össze, hogy a 4. év végén 3 közismereti tárgyból kell érettségit tenni, 5. év végén pedig idegen nyelvből érettségiznek, és a szakmai tárgyból emelt szintű érettségit tesznek, ami OK és végzettséget is jelent, valamint pluszpontot a továbbtanulásnál. A másik, ami nagyon nagy újdonság és nagyon vonzó lehet a diákok számára, hogy már a 9. évtől ösztöndíjat biztosítanak a diákok számára, tanulmány eredménytől függően, ami az 5%-tól a 35%-áig terjedhet a mindenkori alsó minimálbérnek. Ezentúl pedig, aki végez és pályakezdőként kíván elhelyezkedni, annak pályakezdési támogatást is biztosít az állam, ez pedig a mindenkori minimálbér 80%-ától 180%-áig terjedhet. Azt gondolom, hogy ezek mindenképpen olyan vonzó szempontok, ami miatt érdemes a technikum mellett dönteni. Én pedig tudom, hogy a tartalom is olyan modern változásokon ment át, ami a munkaerőpiac szinte napi változásai is figyelemmel kíséri, és ehhez igazodik. A közlekedési területen a vasúthoz, az ország egyik legnagyobb vállalatához kötődve a vasút üzemi és vasút gépészeti ágazati képzéseket indítunk kereskedelmi és közgazdasági ágazati képzéseket is, indítunk belügyi közbiztonsági képzést, és kiemel stratégiai képzést nálunk az informatika. Én azt gondolom, hogy az informatika az egy olyan, mondhatom, tudományág, vagy képzési terület a technikumban, aminek aztán tényleg minden pillanatban igazodni kell a tudomány fejlettségi szintjéhez. A gimnázium iránt érdeklődők is megtalálhatják a számításaikat az Apáczai Csere János szakiskolában, ugyanis az idén először indítanak pedagógiai szakgimnáziumi oktatást a Pécsi Tudományegyetem partnerintézményeként. Az új technikusi képzésnek az elsődleges célja, hogy duális keretek között valósítsuk meg. Vannak olyan területek, ahol ezt kiemelten sikerül megoldani.
a vasúti képzéseink kivétel nélkül mindegyik duális képzés keretein belül fognak megoldódni, méghozzá úgy, hogy a gyakorlati helyi Dombóváron biztosítottak a diákjaink számára. A kereskedelmi területen is, a Dombóvár és a város környéki kereskedelmi áruházakban, kisebb boltokban sikerült gyakorlati feltételeket biztosítani. A közgazdasági, rendészeti és informatika területen elsősorban iskolai gyakorlati feltételekre fogunk támaszkodni. A duálképzés alatt a tanuló a választott szakma elméleti részét az iskolapadban, míg a gyakorlati részét a partnercégeknél tanulhatja meg. Szakképzésnek mindig is az volt a feladata, hogy a munkaerőpiacsal szoros kapcsolatban legyen és reagáljon a munkaerőpiac elvárásaira, azzal, hogy olyan képzéseket indít, amelyekre a munkaerőpiacnak igénye van. Mindig figyelembe vesszük a velünk kapcsolatban álló nagyvállalatoknak az igényeit, valamint a nem éppen nagyvállalatokhoz kötődő, de kisebb munkáltatóknak az igényeit is, és úgy válogatunk az általunk kínált szakképzések profiljai között, hogy megfeleljen ezeknek az igényeknek. A mi iskolánk beiskolázási területe szinte egész Dél-Dunántúl, tehát Dolna-Somogy Oranyába jönnek hozzánk diákok, és tudják azt, hogyha itt valamelyik szakunkat választják, akkor ezzel a végzettséggel azon a területen vagy tovább tudnak tanulni, vagy pedig el tudnak helyezkedni. Az iskola kollégiuma pár éve felújításra került, amellett, hogy akadálymentesítve lett, két ágyas szobák várják a távolról érkező tanulókat. Itt már az Eszterházy Miklós szakképző iskola fodrász tanszobája látható, ahol most nagyobb a csend és a rend, mint ilyenkor általában szokott. Rengeteg ágazatban várjuk a felnőtteket, szociális, egészségügy, sport, az autószerelőket is várjuk, akiket most per pillanat azért úgy hívunk, hogy gépjármű mechatronikai technikus, erre mindenkinek fölhívnám a figyelmét. Aztán a gépészet területén, vendéglátás területén, tehát nagyon-nagyon széles a kínálatunk, úgyhogy én mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy ezeket az ágazatokat a honlapunkon, hogyha megnézik, és elolvassák, hogy mi mit akar, akkor egy pontosabb képet kapnak arról, hogy mi milyen képzéseket kínálunk, és nagyon nagy szeretettel várjuk őket. Az idei évtől már arra is lesz lehetőség, hogy egyére szabott tanrendek készüljenek a felsőoktatásban. Minden tanulni kívánó felnőttnek felmérik az adott szakmai tudását, és akár az is előfordulhat, hogy egy 2 éves képzést 10 hónap alatt végezhet el. Ha valaki már régóta dolgozik egy szakmában, de nincs meg a szakképesítése, akkor akár a jelenlegi munkahelyén is eltöltheti a szakmai gyakorlatot. Nem kell az iskolapadban ülni 2-3 alkalommal, mert digitális távoktatásban is tanítható az elméleti anyag. 174 alapszakmánk van, és ezt most iskola rendszerbe lehet elsajátítani, de ez nem jelenti azt, hogy ha iskola rendszerbe jön egy felnőtt, akkor 2-3-4 vagy 5 évig kellene itt tanulnia, hanem megvan most az a lehetősége egy iskolának, hogy aki ide bejön, felmérjük az előzetes tudását, nem kell, hogy papírja legyen arról, hogy már valaha volt szakács, lehet, hogy kint külföldön dolgozott pár hónapot, mi azt beszámíthatjuk, és egy megfelelő képzési időt tudunk neki javasolni. Egyéni tanrendet akár, vagy pedig e-learning módon, vagy pedig digitális tananyagokkal tudjuk segíteni azt, hogy minél rugalmasabban tudjunk felkészíteni egy felnőttet. Tehát én azt javaslom mindenkinek, aki érettségivel rendelkezik, hogy a technikumi képzéseinket nagyon alaposan nézze át, és aki 8 osztályra rendelkezik, az pedig a szakmai alapszakmákat nézze át, hogy miket lehet választani. Érdemes az iskolák honlapján utána nézni a különböző szakmai képzéseknek, mert egyes szakmák más, hangzatosabb nevet kaptak. Emellett minden felnőtt 2 szakmát tanulhat ingyenesen az új rendszerben, és ez államilag elismert OK-s végzettséget ad. Hatalmas veszteség érheti a mezőgazdasági vállalkozókat idén a rendkívül száraz, csapadékmentes időjárás miatt. Van olyan gazdálkodó, aki azt mondja, az aszály miatt fele annyi termésre számít idén, mint tavaly. Több helyen kiszáradt a búza, de a kukoricából és a napraforgóból is kevesebb teremhet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolnamegyei elnöke szerint megoldást jelenthet az agrárkár enyhítési rendszer és a mezőgazdasági biztosítás. Egy jobb évben idáig ér a búza. Molnár István gazdálkodó éppen azt mutatja, hogy a száraz időjárás miatt a búza fele akkorára nőtt, mint amekkora május elején közepén szokott lenni.
Ez miatt kiszáradt a búza, sárgulnak az alsó levelei, kevesebb az oldalhajtások száma, lassabban fejlődnek a növények, a föld pedig teljesen kirepedezett. Ahol pedig száraz talajba került a mag, ott ki sem kelt a kukorica, valamint a napraforgó. A gazdálkodó nem tapasztalt ekkora aszályt 1990 óta Tolna megyében. Itt ilyen 30-40, akár 50%-os terméskiesés is várható, ha azt mondom, hogyha egy durván két héten belül nem lesz eső. 200 mm hiányzik az idén. Januártól kezdve a havat is beleszámolva, ilyen 50-100 mm csapadékunk volt, egész évben szokott lenni 6-700 mm. A búzából 70 mázsa helyett 40-50 mázsára, a kukoricából 80-120 mázsa helyett jóval kevesebbre számít a gazda. Ennek mértékét azonban nem tudta megbecsülni. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke is azt mondja, jelentős terméskiesésre kell számítani a száraz idő miatt idén, hiába esett minimális csapadék a napokban. Szekszárdon mindössze 10 mm eső esett májusban. Ráadásul ez a kevés csapadék is több részletbe jött, és sokszor a szél szárító hatása is érvényesült. A gazdák számára megoldást jelentett a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, aminek három pillére van. Ennek igénybevételéhez kárenyhítési hozzájárulást kell fizetniük. Azok a termelők lesznek jogosultak az agrárkárenyhítési alapból való támogatásra, akik adott évben, adott növénykultúra vonatkozásában legalább 30%-os hozamcsökkenést és legalább 15%-os hozamérték csökkenést, azaz bevétel kiesést szenvednek el. A rendszernek további feltétele, hogy a kár megjelenését követő 15 napon belül a Magyar Államkincstárnak elektronikus úton ezt a kárt be kell jelenteni a gazdálkodónak. Ezután helyszínellenőrzés, adminisztratív ellenőrzés következik, majd hogyha ezek az ellenőrzések is leigazolják a kárt, akkor a termelőknek november 30-áig van lehetőségük arra, hogy egy agrárkárenyhítési kérelmet nyújtsanak be, szintén a Magyar Államkincstár honlapjára elektronikus úton. A termelők akkor kapják meg a számukra a megítélt kárenyhítési juttatás teljes összegét, ha mezőgazdasági biztosítással is rendelkeznek. Hogyha nincsen biztosításuk, akkor sajnos a részükre megítélt kárenyhítési juttatásnak csak az 50%-át tudják megkapni, annyira jogosultak. És fontos még azt megjegyezni, hogy a mezőgazdasági termelők, hogyha mindenképpen ki szeretnék használni mind a három pillérét az a kockázatkezelési rendszernek, akkor még május végéig tudnak biztosításokat kötni. Országos szinten 7,6 milliárd forint kárenyhítést fizettek volna ki a gazdáknak 2017-ben, de mezőgazdasági biztosítás hiányában az állam ennek az összegnek csak a felét utalta ki a gazdáknak káruk enyhítésére. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.